A HEP kupát is számítva a hat meccses idegenbeli sorozatának második állomására utazik a Nyíregyháza Blue Sharks. A budapesti honvédot ősszel hazai pályán 23 ponttal verték a cápák, akik 12 győzelemmel és 5 vereséggel a harmadik helyen állnak az NB1B piros csoportjában. A fővárosiak eddig 6 győzelem mellett 11 vereséget szenvedtek, így jelenleg a tizedikek a tabellán. A papírforma így mindenképpen a vendégek mellett szól. A papírforma az ugye az csak egy dolog, azt mindig érvényesíteni is kell, és a Honvéd azért az utóbbi időben nyer mérkőzéseket, egyre jobban játszanak. Ugye az első szakasz eredménytelenségének talán oka volt az is, hogy sokáig nem tudtak hazai pályán játszani a felújítás miatt. Ez a felújítás a héten elkészült, szerdán a Hódmezővásárhely ellen már hazai pályán játszottak, ahol győzni is tudtak. Úgyhogy most jön a szombati mérkőzés, ahol a második hazai, igazi hazai mérkőzésük lesz, de természetesen mi azért győzni szeretnénk, nem kérdés, hogy győzelmi céllal utazunk Budapestre. A legutóbbi meccsen Győrben 34 ponttal nyert a Blue Sharks. Czura Attila 11 ponttal vette ki részét a sikerből, amelyhez minden játékos hozzátette a magáit. Jó formában vagyunk, és jó hangulatban is fogunk utazni. A Honvéd csapatát egy kicsit kellemetlenebb csapatnak tartom, mint a Győr. Ők sokkal harcolósabb, sokkal jobban harcolnak, keményebben játszanak, mint a Győr. Ennek ellenére szerintem nem csak én, hanem az egész csapat úgy utazik oda, hogy nyernünk kell. A HEP kupa döntő előtt az is fontos, hogy minden játékos egészségesen fejezze be a fővárosi mérkőzést. A szakmai igazgató szerint csak a játékra koncentrálnak majd a Dózsa-György úti csarnokban. Úgy gondolom, hogy jól állunk, és úgy érzem, hogy a játékosoknak az önbizalmuk is a helyén van, de úgy gondolom, hogy az elmúlt mérkőzések erre föl is jogosítják őket, viszont mi a sérüléssel nem nagyon szoktunk foglalkozni, és nem nagyon figyelek rá. Úgy gondolom, hogy az a sportban mindig ott van, és nem kell, hogy a fejekben benne legyenek. Úgy gondolom, hogy szépen kemény játékkal meg fogjuk tudni nyerni ezt a találkozót, bár nagyon nehéz lesz, hiszen a Honvéd egy nagyon úgymond erőszakos játékot játszik. Ha ehhez párosul esetleg néhány játékvezető, aki azt engedi is, akkor közel kerülhet akár néha a durvasághoz is, de remélem, hogy el fogjuk tudni dönteni a találkozót úgy, hogy nem kerülünk majd ilyen veszélybe. A 18. fordulóból már egy meccset lejátszottak, azon a listavezető Oroszlány 80-77-re nyert Pécsen. A budapesti Honvéd Nyíregyháza Blue Sharks mérkőzés mellett Veszprém Nagykőrös, Vasas Tehetséges Fiatalok, MEAFSZ MTK Török Bálint, Bonyhád Vásárhelyi Kosársuli és Békés Győr találkozókat láthatnak a szurkolók.